nagyon hálásak vagyok, hogy a Betlen Gábor Magyarország Alapítványnak, akik támogatták ezt az eseményt is, és az ő segítségükkel is lett az létrehozva. Amit látjátok, az elején megnőtt a nívója ennek az eseménynek, most már helyszínen van, és a gyereket remélhetőleg nagyon jól érzik magukon. Most szeretném Széles Tamás főhozó nagykövetet fölkérni, hogy mondani egy pár szót. Hallottuk Garaci Jánostól a Betlen Gábor Alapítvány támogatásával, a pályázati pénzéből hozták létre a ma délután. Azt szeretném elmondani, és bizonyára sokan tudják is, hogy az elmúlt években nagyon komoly erőfeszítéseket tett a magyar kormány annak érdekében, hogy tényleg határokon átívelő egységes magyarságról beszélhessünk. Most délelőtt volt szerencsém a Rezedai Református Gyülekezetnél beszélni az összetartozás napjáról, ami június 4-et tett a trianoni évfordulónak a napja. És én azt gondolom, hogy a legfontosabb tényleg az, hogy bárhol is él magyar ember a világon, ha fontos neki a hazája, ha fontos neki az a nyelv, amit szüleitől, nagyszüleitől örökölt, és ezt képes továbbadni a gyerekeinek, akkor helyben vagyunk, és tényleg megvalósulhat az, amiről beszélünk, hogy 15 millió magyar van, és nem csak az a 10 millió, vagy szűk 10 millió, mely a határokon belül él. És higgyék el, hogy ha a gyerekeik megtanulnak magyarul, az nem kidobott idő és nem kidobott fáradtság, mert azt lehet erre mondani, hogy gyakorlatilag ők ezzel többé válnak, mint azok a gyerekek, akikkel találkoznak az iskolában, a cseperedésük folyamán, hiszen ők tudnak egy olyan úgynevezett titkos nyelvet, egy olyan európai identitást is elsajátítani a szüleik, nagyszüleiknek köszönhetően, amely többletet adott nekik meg az életük során. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számban jöttek össze, jó szórakozást kívánok, és azt szeretném, hogy minél többször, minél több helyütt, minél több gyerekkel tudjunk találkozni, minél jobb gyerekkel. Minden jót tudnak magyarul. Szeretnék nektek elmesélni Kiskakas Gyémánt példáját. Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény anya. Annak volt egy kis kakasa. Egy nap a kiskakas a szeméten kapargált, és talált egy gyémánt félkrajcát. A török császár arra felé volt. Oda szólít a kiskakasnak. Kiskakas, add nekem a gyémánt félkrajcáromat. Nem adom bizén, kell a gazdasszonynak. De a török császár erővel is elvette tőle. Hazavitte, betette a kincses kamarába. A kiskakas megharagudott. Felszárott a török császár ablakára. Török császár, add vissza a gyémánt félkrajcáromat! A török császár nem akarta odaadni. Erre te szolgáló, fogd meg azt a kiskakas, hogy ne kiabáljon. Vesd bele a kútba! A kiskakas a kútba tette. Ott elkezdi a kiskakas. Szív fel benyem a sok vizet. Szív fel benyem a sok vizet. Erre a begye mind felszívta vizet a kútból. Felszáll a török császár ablakára. Kukurikú! A kiskakas betette az égő kemencébe. Ott megint csak elkezdi. Erez ki benyem a sok vizet. Harolts el a tüzet. Erezd ki benyem a vizet, hadolts el a tüzet. Erek te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele a méhes kasba, hadd csípjék agyon a darazsak. Erre a szolgáló betopta a méhes kasba. Ott megint csak elkezdi. Szív fel benyem a sok darást, szív fel, becsípje meg a farát! Erre a begye mind kieresztette a darást. Azok jól megcsipkedték a török császár farát. Kiállt a török császár.
Jaj, jaj, a fránya egye meg ezt a kis kakast. Vigyétek hamar a kincses kamarájába, hagyj keresse meg a maga gyémánt félkrajcáját. Erre a szolgáló megfogta a kis kakast, és betette a kincses kamarába. Ott megint csak elkezdi a kis kakas. Szívj fel, benyem a sok pénz! Szívj fel, benyem a sok pénz! A kis kakas hazament. Odaadta a gazdagasszonyába. Gazdagasszony lett belőle, még máig is él, ha meg nem halt. Na, mi csípte meg? Milyen lábamot kiemlékszik? Csíka! Sihány, csípte, csórilla! Mondjátok! Sihány, csípte, csórilla! Jaj, de ügyesen mondjátok! S felhúzom a Sihány, csípte, csórilla! Lábacskáimról székelybábokat, hogy ne viszkesennek annyira lábacskáim, hanem járják el a székely népmesét, ide az egérkumát, rá kéne jól mozdítani. Nem, nem, ez a kopacmező a homlokad. Ez a sűrű, ez nem kopac. Ez kopac, azért simogatom. Kopacmező. Pillogtató. Szorr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 
Ide logopédus nem kell, ugye? Tátoktató. Gégerágó. És most jön a puskirágarázsa. Tapsoljátok meg. Na most jön a mesebölcsön. Az erdő, mint a tündér szoknyája. Megnézitek? Vigyázzatok, vigyázzatok, nem mutatom. Nagyon kerek volt, ilyen kerek volt. Na, még a felnőttekig nem bajultak el még ettől a főgősenkől. Jó, a tündér elszédült, úgyhogy le kellett üljön. És virágos réteken is jártam. Apukát nem mondjátok? Szedtem a virágokat a karincámba. S mikor megszomjaztam, akkor az erdő szoknyája aljába fodrozódott a patakocska. Honnan eredettek az őzikék? Láttatok már őzikét? Képzeljétek el, hogy ugyanabból a vizecskéből ittam, hogy olyan boldog voltam. De mikor hazamentem, ez a csóré lábacska már jó fetekerek, ne most is az, mert összetapicskoltam vele a főt. S nagymamám, aki esik vérét vesszük, hazavisszük és megesszük, én leszem az úszár máját, csókolom a babám száját. S akkor nagymamám mindig úgy énekelte, csókolom a Szendike szárna. Szende a nevem, figyeljük, Szende a nevem, és ő mindig azt mondta neked, hogy Szendike. És tudjátok, hogy puszít meg engem? Megmutassa? Igen. Várjál, mindjárt megmutassa. Nem jutott, hol a tekernyőm, nem szerint. Elvette a tekernyőmet. Na, megpuszít, és telt múlt az idő, úgy szeretek nagymama, s én is nagymamát, de eltelt az idő, s nagymama öreg lett, úgyhogy én küldettem meg őt. Kicsit felgyorsítom, jó? Tudjátok, hogy küldettem? Igen. Tettem egy nagy kádat a ház közepébe, tettem vele meleg vizecskét, mondjuk átesz a meleg vizecskét. Wow! És megnéztem, nem-e túl forró? Ezzel a mérőeszközzel, mert mindig kéznél volt, ellen se kérdék bele. Így nézzétek meg, így megnéztem, is megnéztem, így megnéztem.